Folyamatosan érkeznek a segíteni szándékozók az zalaegerszegi véradó állomásra. Vas Rozália 82. alkalommal nyújtotta karját. Azt mondja, vigyáz az egészségére, mert még sokáig szeretne véradó maradni. Nagyon szeretnék segíteni másokon. Nagy örömmel tölt el, amikor jön az SMS, hogy a véremet odaadták gyógyításra. Mindegy, hogy betegségre vagy gyógyszerre. Nagyon boldog vagyok olyankor. Balla Zsuzsa ugyancsak rendszeres donor. 12-szer adta eddig vérét rászoruló embertársaiért. Én szívesen is mindenkit buzdítok, de sajnos nagyon kevesen jönnek, úgyhogy én megszólítanám az embereket, hogy jöjjenek és segítsenek, mert nagyon jó érzés segíteni. A segítségnyújtásra különösen nagy szükség van a nyári időszakban. Sokan vannak távol ilyenkor, így a rendszeres véradók száma lecsökken. Ugyanakkor a vérkészleteket szinten kell tartani. A vérkészleteket ugyanolyan szinten kell tartani, mint évközben bármikor, mert a felhasználás nem csökken a nyári időszakban. Tehát a betegségek, a balesetek, az akut szívműtétek ugyanúgy zajlanak. Tehát azt a 200-250 egységet a megyében, azt biztosítani kell minden nap. Tehát ahhoz, hogy ez meglegyen, a napi 40-50 véradásra szükség van, és úgy, hogy friss vér legyen minden nap. A retro véradó hét minden évben sikeres Zalaegerszegen. Idén 200-nál több donációra számítanak. Várunk mindenkit, Zalaegerszeg és környékéről, mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, fiatal, 18 és 65 év között van, és valamilyen oknál fogva eddig nem tudott eljutni vért adni, akár iskolába jár, akár vállalkozó, kisebb munkahelyen dolgozik, ahol mi Vöröskereszt szervezés szempontjából nem tudjuk utolérni. Tehát mindenkit, aki valamilyen okból nem tud vért adni, itt viszont mi minden nap este 18 óráig várjuk a véradókat. Ez egy nagy dolog, tehát mindenki még munkaidő után is tud jönni és vért adni. A megjelenteknek ajándékokkal, valamint sörrel és virslivel kedveskednek.